HitLife. A Hitrádió délutáni élő műsora. Érdekességek, aktualitások, a legjobb keresztény zenék. Aki mostanában a Lánchíd környékén jár, az egy új táblával fog találkozni, egy park kapcsán, amit úgy neveztek el, hogy Jeruzsálem Park. Ebben az esős időben ugyan nem feltétlen lesz olyan könnyű megtalálni, de bízom benne, hogy egyre többen meg fogják találni, hisz ez egy új közterülete a fővárosnak, és hogy ennek az avatása és az avatás körülményei mikor és hogy történtek, és gyakorlatilag az ott elhangzott avatás során milyen fontosabb gondolatok, amik említésre méltóak egy ilyen tér felavatásával kapcsolatosan, abban Sugár András, a hídgyülekezet lelkészét fogjuk kérdezni. Szerbusz András, üdvözlünk! Mi történt itt a Lánchíd tövében? Szerbusz, szeretettel köszöntelek téged is és a Hitrádió hallgatóit. Abban a megtiszteltetésben volt részem, hogy a Németh Sándor segítőjeként részt vettem ezen az avatási ünnepségen, és nagyon nagy élmény volt látni azt, hogy a szimbólumok hogyan tudnak behatolni a valóságban, és abban pozitív változásokat létrehozni, és hallani közszereplőket, amint Isten igéjét idézik, és őket is megihleti Jeruzsálem csodálatos múltja, jelene és jövője, és Budapesthez való kapcsolata. Elsőként Tarlós István beszélt, aki Budapest első embere, főpolgármestere, és több igét is idézett, amit nagyon jó volt hallani az ő szájából. Beszélt a szépen épült, jól egybeszerkesztett városról, Dávidot idézte, utána a Jelenések könyvéből, a 21. fejezetből idézett az alászálló mennyei Jeruzsálemről, itt a férje számára elkészített mennyasszonyról, de beszélt a Golgotáról, a Siratófalról, zsidó testvéreinkről. Arról tulajdonképpen az üzenetének a lényege az volt, hogy Jeruzsálem összekötő szereppel bír az Ószövetség és az Új Szövetség nélkül, elválaszthatatlan egymástól a zsidóság és a kereszténységnek a történelmi és spirituális sorsa, és hogy az Új Szövetségnek is az alapja az Ószövetség, és ezért van az, hogy maximálisan helye van Budapest szívében a Jeruzsálem Parknak. Tényleg egyébként egy nagyon szép helyen van, a parkból a hátunk mögött a Várkert bazárban, előttünk, ha elképzeljük, a Duna folyik, és balra egészen közel tőlünk pedig a Lánchidat, Budapest egyik legszebb szimbólumát látni. Másodiknak a Cipi Hotovéli, Izrael állam külügyminiszter helyettese beszélt, aki említette, hogy Orbán miniszterelnök úr és Netanyahu miniszterelnök úr tényleg baráti, szoros kapcsolatban vannak egymással, és abban bízik, hogy ez a Jeruzsálem Park elnevezés, illetve a kereskedelmi kirendeltség nyitása Jeruzsálemben, amelyet három ország lépett meg eddig a világon, ez nagy lépést jelent afelé is, hogy Magyarország nagykövetséget is nyisson Jeruzsálemben. Megemlítette azt a sajnálatos és nagyon aktuális tényt, hogy az elmúlt egy-két napban 600 rakétával támadták a hamaszosok Gázából Izraelt, halálos áldozatok is vannak, és hogy ennek a terrorszervezetnek igazi egyetlen célja az, hogy Izrael állama ne létezzen, és ez nem fog megtörténni. Volt még egy nagyon szellemes mondata azzal kapcsolatosan is, hogy Herzl Tivadar, aki Budapestnek egy híres szülötte, és aki Izrael államának megálmodója, tulajdonképpen egy spirituális startupot álmodott meg, és ennek a megvalósulását ezekben az évtizedekben fantasztikusan lehet látni a Szentföldön. Igen, a harmadik hozzászóló Heizler András volt a magyar zsidó hitközségeknek az elnöke, aki egy kis poénnal kezdte a beszédét, hogy ugye a zsidók azok téltől tavaszig ugye esőért is imádkoznak, amire nagy szükség van a korai, késői esőre ugye a földeknek. Hát ez most nagyon jól sikerült, mert tényleg zúgó esőben avatódott föl ez a park, de ez nem csökkentette a lelkesedésünket. Ő is igeidézeteket mondott, a 137. Zsoltárból idézte,
hogy száradjon el a jobb kezünk, ha elfeledkezünk Szentvárosról, Jeruzsálemről, beszélt Eldikolekről, a magyar származású évtizedekig Jeruzsálem egyik leghíresebb polgármesteréről, akinek tulajdonképpen a modern Jeruzsálem köszönheti a létét, illetve hát mosolyogva és nagy szeretettel említette az első századi nagyon híres rabbit, természetesen Jézus Krisztusra gondolt, mert egy csodálatos igét idézett tőle, hogy nem azért jöttem, hogy eltöröljem a törvényt, hanem hogy betöltsem azt. És azt is megemlítette aktualitásként, hogy Európa utolsó igazán nagy békében élő zsidó közössége az itt él Budapesten. Egyébként a nyáron az izraeli olimpia, a Makabi olimpia itt lesz, ugye Budapest ad otthont neki, és a félmaraton az innen a Jeruzsálem parkból fog indulni. Ez tényleg nagyon jó apropót ad. Elmondanék, hogy amikor ott ültem, eszembe jutott az, hogy ugye Izrael és Magyarország között a diplomáciai kapcsolatokat 1989-ben vették föl 30 évvel ezelőtt, és számomra ez abban a szempontból is egy nagyon kedves dátum, hogy a hídgyülekezete az egyházi státuszát is ebben az évben szerezte meg. És én nem tudok elvonatkoztatni, amikor látom megvalósulni Budapest, Magyarország és Izrael között ezt a barátságot, hogy Németh Sándorai gyülekezet vezető lelkésze a Istentől kapott látásait Izraellel kapcsolatosan nagyon-nagyon hűségesen és szellemtől átitatottan a 80-as évek elejétől kezdve képviselte ennek minden hátrányával. És ezek a látásoknak a lényege az, hogy a nemzeteknek az üdvössége, a nemzeteknek a ezer éves királyságba való bejutása az Izrael és az adott nemzet közötti viszonytól nagyon nagyban függ. És ezért az, hogy mi Izraellel mindig is imádkoztunk, és mindent megtettünk, hogy jó kapcsolata legyen Magyarországnak, ez az egyik legfontosabb nemzeti érdek is. És a saját nemzetünk érdekében is tettük ezt, és amikor látjuk ezt megvalósulni, hogy Izrael és Magyarország jó baráti kapcsolatba kerül, akkor nagyon-nagyon hálásak vagyunk ezért Istennek, és Isten munkájának tekintjük ezeket az eredményeket. És a Jeruzsálem Park a Budapest szívében, ez ennek az egyik szimbolikus megvalósulása is. Igen, és ahogy valóban mondtad is, tehát maga a hely azért önmagában a budai vár gyakorlatilag szerves részévé válik így, egy ilyen egységet képezve ott a Clark Ádám tér és a Lánci tövében, ez tényleg nagyon jó szimbolizálja ennek a jelentőségét és súlyát. András, nagyon szépen köszönjük, hogy beszámoltál erről az eseményről, és hát természetesen, ha a májusi napsugarak is kijönnek, mindenkit buzdítunk arra, hogy sétáljon el arra, és nézze meg ezt a szép új parkot. Így van. Nagyon köszönöm, hogy elmondhattam, minden jót kívánok. Minden jót, további szép napot kívánunk neked. Köszönjük szépen.